A négy órás foglalkoztatásnál csak egy rosszabb van, hogyha abszolút nincs foglalkoztatás. Egyetértek azzal, hogy nyilván ennek a programnak az kell, hogy a célja legyen, hogy az emelkedjen, növekedjen. Növekedjen attól függően, hogy egyébként hogyan tudjuk a vállalkozói kört ebbe bevonni ebbe a programba, a költségvetésen belül milyen forrásokat tudunk megteremteni. Nagyon sokféle változás van az előterjesztésben, és úgy gondolom, annak anyagi vonzata is jelentősek lesznek majd. Összességében végül senki nem támadta a törvényjavaslatnak a célját, a koncepcióját, mégpedig azt, hogy egy munka alapú társadalmat kell teljes mértékben kiépítenünk, és akkor működik jól egy ország, hogyha minél többen munkából szerzik meg a jövedelmüket. Én azt látom a törvényjavaslat elfogadása után, hogy ezt a programot tartalommal föl kell majd tölteni, és ott fognak eldőlni egyébként, hogy milyen arányban vesznek, jut majd forrás az önkormányzati programokra, és milyen arányban jut majd forrás például a itt nagyon támadott állami beruházásokban való részvételre. Én azt gondolom, hogy a munkának az izgalmasabb része majd akkor fog megtörténni. És persze ezt a programot majd tovább kell fejleszteni, a jövő évi költségvetés elfogadásakor és az ősszel a parlament elé kerülő egyéb törvények kapcsán is. És én hiszem és bízom abban, hogy a parlament többségének egyetértésével ezzel a törvényjavaslattal egy olyan közfoglalkoztatási programot tudunk kialakítani, amelyre a rendszerváltozás óta nem volt példa, és bízom abban, hogy mindenki meg fogja benne találni a számítását. Az állami társadalmi célok is valóra válnak, a gazdaság motorját is kicsit erő fogja lendíteni, és az önkormányzatok is megfelelő feladatot kapnak majd ebben a programban. Köszönöm mindenkinek a felszólását, és a részletes vitában folytatjuk. Köszönöm szépen. Megköszönöm államtitkár úr válaszait. Az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A törvényjavaslatot TPER 3480-as számon, a bizottsági ajánlás pedig TPER 3480/2-es számon megismerhették. Most az előterjesztői expozé következik. Megadom a szót Kontrát Károly úrnak, a belügyminisztérium államtitkárának, a napirendi pont előadójának 20 perces időkeretben. Államtitkár úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés! Magyarországon a sporthuliganizmus problémát okoz. A Nemzeti Együttműködés kormányának az a célja, hogy rend legyen a sportpályákon, rend legyen a stadionokban, rend legyen azért, hogy az emberek nyugodt körülmények között szurkolhassanak a kedvenc csapatuknak. A korábbi szocialista kormányok az ügyben nem tettek komoly lépéseket, lényegében írott malaszt maradt minden egyes intézkedésük. Jogszabálymódosítások ugyan történtek, de egyrészt pénzügyi forrásokat nem rendeltek mellé, másrészt nem volt semmilyen kézzelfogható eredmény. Az általunk benyújtott jelenlegi törvényjavaslat nem csak jogszabálymódosításokat és szigorításokat tartalmaz, hanem pénzügyi forrásokat is biztosít a cél megvalósítására. Szeretném leszögezni, hogy a szigorításoknak egyértelmű az a célja, hogy a családok a gyerekeikkel ki tudjanak menni a pályára, a stadionokba, ne kelljen a sporthuligánoktól félniük. A javaslatcsomag meghatároz általános szabályokat, legfontosabb kérdésként azonban a legnépszerűbb sportágra, a labdarúgásra koncentrál. Tisztelt Országgyűlés! A módosítás a benyújtott törvényjavaslat elfogadás esetén a labdarúgás sportágban 2012. július 1-től a fokozott és a kiemelt biztonságú kockázatú mérkőzéseken kötelezővé válik a beléptetési rendszer. Ennek a működtetéséhez a javaslat létrehozza a sportrendészeti nyilvántartást.
Ebből a nyilvántartásból adatok kérhetők a jegyértékesítés és beléptetés során, így az eltiltottak és a kitiltottak nem is juthatnak be a mérkőzésekre. A javaslat szigorítást tartalmaz a rendbontó magatartásokra nézve. A sportrendezvény rendjének megbontása szabálysértésből bűncselekménnyé válik. A jövőben emellett a sportrendezvényre való utazás és az onnan való távozás során elkövetett jogsértés is járhat kitiltással. A sportrendezvény rendezője hatékonyabban léphet fel, a törvényjavaslat elfogadása esetén jogosultá válik arra, hogy a kamerával megfigyelt területen 3 órán keresztül az eltávolított szemét a rendőrség kiérkezéséig visszatartsa. Tisztelt Országgyűlés! A rendőrség a stadionok környékén kamerával meg tudja majd figyelni a közterületeket, például parkolókat, valamint a szurkolói csoportokat irányítottan kísérhetik, esetleg szükség esetén elkülöníthetik. A törvényjavaslat másik újdonsága a biztonsági referensek alkalmazása. A biztonsági referensek alkalmazása ugyanis kötelezővé válik, ugyanígy biztonsági szabályzatot és biztonságtechnikai fejlesztési tervet is szükséges a sportszövetségeknek készíteni. A rend érdekében bírságkiszabási lehetősége is lesz a rendőrségnek, amelynek mértéke 200 ezer forinttól 2 millió forintig terjedhet. Újdonság az is, hogy a normál biztonsági kockázatú, a fokozott biztonsági kockázatú és a kiemelt biztonsági kockázatú események lesznek, rendezvények lesznek. Ezek közül a rendőrség a kiemelteken közfeladatként, a fokozottakon, a stadionokon belül térítés ellenében, a normál biztonsági kockázatú eseményeken pedig felkérésre és térítés ellenében végzi a biztonság fenntartását 2012. július 1-től kezdődően. A tisztelt ház előtt fekvő törvényjavaslat a sporthuliganizmus elleni hatékonyabb fellépés érdekében 5 törvény módosítását tartalmazza. Ezek a sportról szóló törvény, a rendőrségről szóló törvény, a büntető törvénykönyvről szóló törvény, a szabálysértésekről szóló törvény, és a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény. Magyarországon a sporthuliganizmus megszüntetése kérdésében eddig csak elméleti szinten történtek intézkedések, a sportbiztonság lényegében eredményesen nem javult. Az egyes sportrendezvényeken elszaporodott szurkolói rendbontások, nézői sportszerűtlen magatartások károsan hatnak a mérkőzésre, a sportolók teljesítményére, a nézői látogatottságra, nem utolsó sorban a mérkőzések bevételére, a csapatok színvonalas és eredményes működtetésére. Mindemellett pedig nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ezek a rendbontások súlyosan sértik a közrendet és a közbiztonságot. A törvényjavaslat megteremti azokat a jogi kereteket, amelyek szükségesek a szolgáltató szemléletű, családbarát és kulturált szórakozást nyújtó sportesemények eléréséhez. A törvényjavaslat ennek érdekében kiküszöböli a jelenleg hatályos joganyag hiányosságait, megteremti a sportesemények rendezésében közreműködők nagyobb felelősségét, mindemellett szigorúan rendeli büntetni az említett rendbontó cselekményeket. A módosítások érintik a jegyértékesítést, a beléptető rendszereket, a kitiltás intézményét, az ezzel kapcsolatos rendőrségi és szervező általi adatkezelést, a sportrendezvények biztonsági minősítésére vonatkozó intézményrendszert, az érintett belügyi szerveknek a létesítmények biztonsági ellenőrzésére vonatkozó szabályait, a rendezők és szövetségek felelősségét, biztonsággal összefüggő feladatait, az annak megszegésére vonatkozó bővített szankciórendszert. A sportról szóló törvény módosítása mindenekelőtt biztosítja a személyhez kötött jegyértékesítést és a beléptetéskor személyhez kötött jegynek a szurkolói adatbázissal való összevetését. A labdarúgás vonatkozásában, ahol az elmúlt években a legtöbb rendbontás történt, kiemelt és fokozott biztonsági kockázatos sportrendezvényeken a szervező köteles lesz a személyhez kötött jegyértékesítésre és az elektronikus beléptetésre. A stadionok beléptető rendszere a jelenlegi mechanikai eszközök, forgóajtók, kapuk, korlátok kiegészülnek informatikai azonosító alkalmazásokkal. Ennek következtében a névre szóló jegyértékesítésre, valamint a beléptetésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a kitiltott szurkolók nyilvántartásában található adatokkal nincs egyezés.
Egyezés esetén a jegyértékesítést, illetve a beléptetést meg kell tagadni. Tisztelt Országgyűlés! A jogellenes cselekmények felderítésének elősegítése érdekében a törvényjavaslat a kamerával történő megfigyelés hatókörét kibővíti a szurkolók által elfoglalt közterületre, parkolóra is, valamint megteremti annak a lehetőségét, hogy a rendőrség meghatározza a megfigyelhető helyszíneket. A javaslat ismét létrehozza a sportrendezvények biztonsági minősítését végző bizottságot, valamint kötelezővé teszi a szakszövetség, sportági szövetség, valamint a sportszervezetek részére biztonsági felelősök alkalmazását. A törvényjavaslat továbbá lehetőséget biztosít a rendezők részére, hogy a jogsértő emiatt a sportrendezvényről eltávolítandó személyeket a rendőrség kiérkezéséig legfeljebb 3 órára kamerával megfigyelt területen visszatartsák. A rendőrségről szóló törvény módosításával a törvényjavaslat biztosítja, hogy a sportrendezvény szervezője, valamint a jegyértékesítést végző sportrendezvények látogatásától a szervező által eltiltott, valamint a szabálysértési hatóság vagy a bíróság által sportrendezvényről, illetve sportlétesítményéből kitiltott személyekre vonatkozó sportrendezvényi nyilvántartásból adatokat igényelhessen. A sportrendezvények rendjének megbontása jelenleg személyszabadságot nem korlátozó szankcióval fenyegetett szabálysértésnek minősül. A törvényjavaslat a rendbontás büntető törvénykönyvi tényállásának módosításával a jelenlegi szabálysértési elkövetését bűncselekményé minősíti. A tényállás 2 évig terjedő szabadságvesztés büntetést rendel alkalmazni azzal szemben, aki sportrendezvényen a létesítménynek a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területére jogosulatlanul belép, ott tartózkodik, vagy a területre bármit bedob. Ezzel lehetővé teszi, hogy a sportrendezvény esetében a sportlétesítményben elkövetett erőszakot és fenyegetés nélkülöző cselekmény is a garázdasággal és a rendbontás alapesetével megegyező szankcióval legyen sújtható. Ez nem csak a megfelelő szankcionálhatóságot teremti meg, de egy sor eljárási intézkedést is alkalmazhatóvá tesz. A szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény elkövetője az előállítását követően bűnügyi őrizetbe vehető, előzetes letartóztatása is elrendelhető. A szabálysértésekről szóló törvény módosításának indoka a kitiltás intézménye alkalmazhatósági körének bővítése, hogy még szélesebb körben legyen lehetőség annak alkalmazására. Így már nem csak a sportrendezvényen való részvétellel összefüggő, hanem a sportrendezvényre történő utazás és az onnan való távozás során elkövetett szabálysértés is járhat kitiltással. A gyakorlatban ugyanis az a jellemző, hogy kitiltásra csak a sportrendezvény helyszínén elkövetett szabálysértés miatt kerül sor. Ugyanakkor biztonsági szempontból ugyanolyan kockázatos a szabálysértésnek nem a sportrendezvény helyszínén, illetve a sportlétesítmény stadion területén, hanem az odautazás, illetve az onnan történő távozás során történő elkövetése is. Tisztelt Országgyűlés! A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény módosítása a rendező visszatartási jogával kapcsolatban szükséges. A törvényjavaslat szerint a rendezvény biztosítását végző személy- és vagyonőr jogosult a rendezvényről eltávolítandó szemét visszatartani, ha az személyazonosságát felhívásra nem igazolja. A törvényjavaslat legfontosabb, leglényegesebb elemeinek felsorolásával és rövid bemutatásával kívántam Önöket meggyőzni arról, hogy a javaslat megfelelő célokat szolgál. Ezért kérem Önöket, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm figyelmüket! Tisztelt Országgyűlés, most a bizottsági álláspontok és a megfogalmazódott kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor 5-5 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Kovács Péternek, a Sport és Turizmus Bizottság előadójának. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A Sport és Turizmus Bizottságban alapvetően egyetértés volt abban, hogy szükséges ennek a törvénymódosításnak a vitája, illetve majd az elfogadása is. Alapvetően egyetértés volt abban, hogy a leginkább a futballról szól, a foci világában vannak olyan huliganizmusok, amiket elsősorban vissza kellene szorítani. Egyetértés volt abban is, hogy a foci stadionokban 3 fajta szurkolói réteg jelenik meg. A normál szurkoló, aki azért megy ki, hogy élvezze a meccset, az ultrák, akik azért mennek ki, hogy élvezzék a meccset és buzdítsák elég hangosan a csapatukat, illetve a huligánok, akik leginkább rendetlenkedni mennek ki a meccsre.
Abban is egyetértés volt, hogy ezeket a huligánokat leginkább ki kéne tiltani a pályáról, és abban is egyetértés volt, hogy feltétlenül az elérendő cél a focipályákon is az, hogy egy normál családi rendezvénnyel egyenértékű lehessen, és tényleg családi szórakozás lehessen futballmeccsre járni, úgy, ahogy ez korábban is volt. Vita, ami kialakult, és kisebbségi álláspont is megfogalmazott, hogy ezt a célt hogyan érjük el. A törvényjavaslatban szereplő szigorításokkal, tiltásokkal is elérhető ez, mondták a többségi álláspontot képviselők, a kisebbségi álláspontot képviselők majd nyilván kifejtik a véleményüket, én nem verném el Jobbikos képviselőtársam kenyerét ezzel, úgyhogy erről nem beszélnék, illetve egyetértés volt abban is, hogy alapvetően a családi rendezvényé történő futballlátogatásnak ez csak egy lépése, hogy a huligánokat onnan kitiltjuk, egy csomó másik lépése is van, ilyen például a stadionok állapota, vagy ilyen például az, hogy egyébként milyen módon lehet bejutni ebbe a stadionba. Ebben vita volt a bizottságon, de a bizottság 15-2 arányban általános vitára alkalmasnak találta ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen. Megadom a szót Szilágyi Györgynek, aki a bizottságban megfogalmazódott kisebbségi véleményt ismerteti. Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban így volt, hogyha ez a törvény arról szólna, hogy egy felújított infrastruktúrai stadionokban, ahol még biztonságosabban érezhették magukat a kilátogató nézők, ott világos szabályokat állítanánk fel, és ezek szerint az egyértelmű szabályok alapján, hogyha valaki rendbontó, akkor azt minél nagyobb hatékonysággal tiltanánk el a sportrendezvény látogatásától, akkor ha ilyen jellegű lenne a törvény, akkor abban segítkeznénk és támogatni tudnánk. Ami miatt a két ellenszavazat ugye a Jobbik képviselőjétől érkezett, ami miatt nem támogatjuk ezt a törvényt, ami nem támogatjuk ezt a törvényt, annyira rossznak tartjuk, hogy módosító javaslatokat sem fogunk hozzá benyújtani, az azért van, mert ez nem erről szól. Tehát önök itt ezt a törvényt úgy nyújtották be, hogy benne van ugyan a sport szó, tehát sporthuliganizmusról nyújtották be, de ez a törvény egyáltalán nem a sportról szól. Ez a törvény, ez arról szól, hogy önök itt az elmúlt egyéves, most már másfél éves ténykedésük során folyamatosan megpróbálják tönkretenni és ellehetetleníteni azokat a csoportokat, akik nemzeti érzelmeket vallanak, akik megfelelő létszámban tudják esetleg fölemelni a kormány ellen a szavukat. Önök ezeket a csoportokat ellehetetlenítik és megpróbálják megsemmisíteni. Ez a törvény pontosan beleillik abba a sorba, amely a Gárda ellen hoztak törvényt, és amelyet a Szebb Jövőért Polgárőrség ellen hozták a törvényeket. Ez a törvény ugyanúgy a magyar labdarúgó szurkolók ellen hozzák. Már csak azért is erős a párhuzam, mert ugye a Gárda elleni törvénnyel, mert a Gárda elleni törvényt azért hozták, hogy a hazájukért tenni, akkor erősen jobboldali beállítottságú, nem meghunyászkodó, összefogásra képes, és ezzel az összefogással komoly erőt képviselő csoportokat el lehetetlenítsék, hiszen veszélyt jelentenek a mindenkori hatalom számára, mert nagy létszámban is kellő elszántsággal képesek kinyilvánítani a véleményüket, és ez alapját képezheti egy erős nemzeti ellenállásnak. A szulkorókra ugyanez igaz, hiszen a mérkőzésekre járók 80%-a jobboldali radikális beállítottságú, erős lokálpatriotizmussal és összetartozás tudattal rendelkező, zömében fiatal ember, akik ráadásul hétről hétre találkoznak, összetartó, erős közösségeket alkotnak, és ezúttal sokkal nehezebb őket a médián keresztül befolyásolni. Ők a következő célpont, akiket elsősorban politikai okokból meg kell regulázni. A törvénytervezet alapján hivatalosan listákat lehet róluk készíteni, és képekkel, személyes adatokkal rendelkező adatbázis lehet összeállítani azokról is, akik soha semmilyen rendbontást nem követtek el a mérkőzéseken. A törvénytervezet egyértelműen a rendőrség készítette ezt a törvénytervezetet, és egyáltalán nem szolgálja a sport érdekeit, hiszen az amúgy is évről évre csökkenő nézőszám drasztikus csökkenése várható a törvénytervezet bevezetése után. Ugye a törvény másik fő célja a rendőrségi bevételek növelése. A sportrendezvények biztosítása révén évek óta ez a cél. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a sporteseményekhez köthető botrányok nagy részét az elmúlt 10-15 évben a rendőrség generálta, pont azért, hogy bizonyítsa, mekkora szükség van a jelenlétükre. Ugyanúgy, mint egyes tüntetéseknél, mondva csinált ürügyekkel kiprovokálják a botrányt,
amit utána a média természetesen elferdítve tárol a társadalom felé, most elérték ebben a törvényjavaslattal, el fogják érni a céljukat, tehát a rendőrség komoly bevételekre tehet szert majd a sportrendezvények biztosításából. Ez a törvényjavaslat erről szól. Tehát lehet itt arról beszélni, én nem tudom, Kontrát Károly képviselő úr, mikor volt kint utoljára labdarúgó mérkőzésen, volt-e egyáltalán, hiszen az előterjesztéséből elmondottak, nem erre utalnak. Lehet arra hivatkozni, hogy itt a családok menjenek ki a gyerekeikkel együtt, nem azért nem mennek ma családok mérkőzésre, mert veszélyes lenne. Ha ez így lenne, akkor a nézőszámnak ezt mutatni kellene. Jelen pillanatban az egyik legkockázatosabb mérkőzés, megegyezhetünk benne, azt hiszem, egy Újpest-Ferencváros meccs. Mégis érdekes módon 10 000 fölötti nézőszám van. Nézze meg a közvetítéseket gyerekekkel, nőkkel, családokkal. Még mondjuk egy Ferencváros-Siófok meccsen vannak 3 000-en. Miért? Akkor, hogyha veszélyesség lenne, akkor miért? Elmondom miért. Azért, mert lerobban stadionok vannak, mert nincsenek női vécék, mert nincs normális kiszolgálás, mert megalázzák a beléptetésnél az embereket, mert a pénzükért nem kapnak semmit. Ebben kellene foglalkozni, ebben lehetne javítani a sporton, és nem avval, hogy önök ilyen törvényeket hoznak. Köszönöm szépen. Megadom a szót Ák Péternek, a Honvédelmi Bizottság előadójának. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Tájékoztatom a tisztelt házat, hogy az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága 2011. június 14-i ülésén megvitatta a sporthuliganizmus jelenség elleni fellépés érdekében szükséges törvények módosításáról szóló TPER 3480 számú törvényjavaslatot, és azt 17 egyhangú igen mellett általános vitára alkalmasnak találta. Összegezve azt mondjuk, hogy a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság álláspontja szerint a törvények módosítására szükség van. Megítélésünk szerint Magyarországon a sporthuliganizmus megfelelő kezelésének célja egy szolgáltató szemléletű, családbarát és a kulturált szórakozást előtérbe helyező stratégia kialakítása, amelynek első lépcsőben a sportesemények helyszínének infrastrukturális és biztonságtechnikai kérdéseivel kell foglalkoznia, hiszen ez képezi a teljes problémakör alapját, amely egyébként meghatározza azt is, hogy megrendezhető-e egyáltalán egy nemzetközi színvonalú sportesemény egy adott létesítményben. A módosítás ennek érdekében több törvény módosításával kiküszöböli a jelenleg hatályos joganyag hiányosságait, nem titkoltan a szigorítás irányába elmozdulva, és a sportesemények rendezésében közreműködőbb, nagyobb felelősségének megteremtése érdekében. Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt országgyűlés, most az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Elsőként Kovács Péternek, a Fidesz képviselőjének. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Hadd kezdjem azzal, amivel Apáti úr is talán, Szilágyi úr, befejezte, hogy én mikor hagytam abba a futballmérkőzésre való járást. Ez a 80-as évek közepén lehetett, amikor édesapám a testvéremmel együtt kivitt minket rendszeresen mindig, ugye akkor még volt a Népstadionban úgynevezett kettős meccsek, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, ugye a 4 nagy csapat, amikor egymással játszott a bajnokságban, akkor volt ilyen, rendszeresen jártunk a kettős meccsekre, nagyon sokan voltak egyébként, és ténylegesen el lehetett azt mondani, hogy ez egy olyan családi összejövetel, a apák a gyerekeikkel, baráti társaságok mentek ki, akkor még nem székes ülés volt, hanem ilyen hosszú padokon kellett ülni, vagy lehetett ülni. Na, én akkor hagytam abba a kijárást, amikor az egyik ilyen kettős meccs alkalmával a előttünk levő padon egy tojás landolt, amit persze nem nekünk szántak, hanem tovább szerették volna dobni a labdarúgást végző focisták felé, csak hát odáig erővel nem bírta az a tojás, vagy az a lendület kevés volt, és előttünk csattant. Lehet, hogy ekkor kezdődött a sporthuliganizmus Magyarországon, de lehet, hogy csak számomra kezdődött ekkor, vagy ekkor tapasztaltam azt. Valóban azzal egyetértek Jobbikos képviselőtársammal, hogy ez csak az egyik probléma, amiért nem járnak ma a családok mérkőzésekre. Sok másik probléma van, de azért talán abban egyetértünk, hogy a cél az lenne, ami a nyugat-európai, vagy bármelyik sportban, illetve azon belül is a futballban jobban felszerelt országokban van, hogy a hétvége az egy olyan alkalom lenne, ami a családok naptárában rendszeresen be van írva, hogy a kedvenc csapatuk színeibe öltözve, akár zászlóval,
sállal, vagy bármivel kivonuljanak a meccsre, vagy akár úgy, mint Spanyolországban, ahol egyik ismerősöm mesélte, ott volt egy talán Barcelona-Real Madrid meccsen, de erre nem esküszöm meg, ahol öltönyben, nyakkendőben mentek ki a szurkolók a meccsre, mert olyan fajta szolgáltatást, olyan fajta show műsort láthattak. Nem csak futball volt, mert ugye ez is hiányzik azért, vagy mi kell ennek a célnak az eléréséhez. Legalább három dolog kell. Tehát egyik, hogy legyen jobb foci. Most ezt nem bontanám ki, mert talán nem fér bele abba az időkeretbe, ami számomra rendelkezésre áll, hogy elmondjam, hogy hogyan lehetne jobb foci Magyarországon. Hozzá is adom, hogy nem is értek hozzá. Tehát lehet, hogy én outsiderként nem is tudnék olyan dolgokat mondani, amiből ez levezethető lenne és jobb lenne a magyar foci ettől, úgyhogy ezt talán félre is raknám. Amit viszont mindenképpen elmondanék, hogy két másik dolog feltétlenül kell. Az egyik az, hogy jobb infrastruktúrális körülmények legyenek. Legyen WC, egyetértünk. Amikor elmegy valaki egy nyugat-európai mérkőzésre, akkor nem csak arról van szó, hogy ténylegesen normális, tiszta körülmények között tud szurkolni, tehát tiszta a pad, nincsen teleszotyolázva, vagy ha teleszotyolázzák, akkor gyorsan le is takarítják azt, hanem ténylegesen, azzal együtt persze, hogy a beléptetési procedúrán azért részt kell venni, és hogy névre szóló jegyet vagy szurkolói kártyát kell alkalmazni, mint itt a most előterjesztett törvényjavaslatban is, azzal együtt egyébként kap egy kis papírkát, amin rajta van az, hogy azon a meccsen a két csapatnak mi az összeállítása, mit kell tudni éppen arról a csapatról, hogy áll a bajnokságban, és minden olyan információ, amire egyébként szükség van. Emellett természetesen be vagy kihaladáskor keresztül megy az ember a shoppon idézőjelben, ahol lehet vásárolni, megjegyzem, horror árér, meszt, focilabdát, vagy bármi mást, ami szükséges. Tehát tényleg egy úgynevezett show részeként vannak ott az emberek, és valóban ténylegesen hétvégén családi szórakozásnak tekinthető az a 2-3 óra, amit ott eltöltenek abban a stadionban. Tehát teljesen egyetértek azzal, aki azt mondja, hogy infrastruktúrális beruházásra is szükség van. De most jelenleg nem ez a törvény van előttünk, hanem a harmadik dolog, ami szerintem mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy normálisan és sokan járjanak foci meccsre, az az, hogy rend és biztonság legyen. Nem azt mondom, hogy ne szurkoljanak az emberek, természetesen jó hangerővel, amikor én járok meccsre, például nem foci meccsre, hanem mondjuk kézilabda meccsre, én is jó hangerővel szoktam szurkolni, nem ezzel van a probléma, hanem a randalírozással. Szerintem az előttünk fekvő törvény ezt a problémát kezeli, aztán persze meglátjuk majd, hogy a gyakorlatban hogy kezeli, hisz a 2009-es törvényre is azt gondolták az akkori alkotói, hogy na akkor most egyszer mindenkorra kipipáljuk a sporthuliganizmust, aztán mégsem sikerült. Államtitkár úr elmondása szerint azért is, mert hogy ez volt ugyan írott papír, de pénz meg nem volt hozzá. Ennél is jobb ez a mostani törvény, hisz a papír mellé, ami egyébként szigorítást tartalmaz, nagyon helyesen, amellé pénzt is ad a kormány, tehát ezzel együtt a két, mind a két szükséges dolog, a papír meg a pénz is meg lesz hozzá. Mit is tartalmaz ez a törvény? Azt tartalmazza ugye, hogy informatikai fejlesztés során egy olyan adatbázist hoznak létre a huligánokról, hogy meg lehessen mondani azt, hogy ki az, aki beengedhető a sportrendezvényre, és ki az, aki nem. Nem tudom, hogy kellő mértékben elolvasták-e a előterjesztést, de nem arról van szó, hogy mindenkiről adatbázist készítenének. Mindenkinek személyre szóló jegye van, de csak azokat tartják nyilván, akik ki vannak tiltva a sportrendezvényekről. Nagyon helyes szerintem a törvénynek az a fajta megközelítése, hogy nem csak a sportcsarnokon, sportpályán belüli huliganizmust próbálja visszaszorítani, hanem a odavezető meg a visszavezető úton levőket is. Persze majd meglátjuk, hogy ennek a szigorításnak, ami most előttünk van, és hogyha a tiszteletház elfogadja, hogy ennek milyen eredménye lesz. Én reménykedem, hogy a következő két eredményt vagy hármat biztosan eléri. Egyrészt, hogy vége lesz a stadionok szétverésének, a pályára való mindenféle anyagnak a bedobálásának, illetve remélem, hogy vége lesz annak, hogy a metrókocsikat a szurkolók szétverik. Reménykedem benne, én kérem tisztelt képviselő társaimat, hogy támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Két perces reagálásra következik Szilágyi György, a Jobbik képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr.
Kovács Péter felszólásával maximálisan, amit elmondott a nyugati helyzetről, egyetérti. Csak akkor miért nem azt nézzük meg tényleg, és miért nem, tehát hogyha ez lenne a cél, amit ön is itt elmondott, akkor maximálisan támogatni tudnánk. Még egyszer leszögezem, ha arról lenne szó, hogy világos szabályok szerint egy normálisan működő stadionban valaki rendbontást követ el, azt maximálisan támogatnánk, hogy a rendbontót azonosítsuk be, és a rendbontó ellen eljárjunk, tehát ne tudjon kimenni a stadionba. Ez van